Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál pedig a Sufit, és hamarosan, vagyis rögtön itt lesz velünk a Zsigrai Zoli, ő lesz az esti vendégünk, szeretettel várjuk őt, és akkor megyek is tovább a következő dalával, még a Zolit megkeresem, Pici szerelem a dalnak a címe. Csak te rád
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szép estét kívánok mindenkinek, a Sufit halljátok, és már nem vagyok egyedül, itt van velem a Zsigrai Zoli. Szia Zoli, szép estét! Szia Sufika, nagyon sok szeretettel és tisztelettel üdvözöllek, úgy szintén a kedves rádió hallgatókat is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk, és azt kell mondanom, hogy te állandó hallgatója vagy a rádiónknak. Természetesen az egyik kedvenc rádióm, hanem a legnagyobb rádió. Jelennek örülök. És hát ugye el is mondtam neked, hogy nagyon szeretem a hangodat hallgatni, mikor éppen te vagy műsorban. Köszönöm szépen. Ígérem, ma más is mondta, hogy megtanulok már én is énekelni. Éneknek majd dalolászok itt nektek adásba. Hát lehet, hogy jó is lenne. Na jó, nem akarom elvenni a kenyereteket. Ez csak vicc volt. Kezdeném is az elején, hogy először is hogy vagy? Hát egy kicsit izgatottan. Egész nap készültem erre az interjúra, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek veletek. Nagyon örülök a meghívásotoknak. Örülök neki. És akkor kezdjük is az elején. Hány éves korodtól énekelsz? Hogy jött ez nálad? Hát akárhogy is számolok, Sufika, ez 10 évvel ezelőtt kezdődött már az a bizonyos tevékenység, amely saját dalokról szól. 18 éves voltam, amikor először megírtam néhány saját szerzeményt, ezek között volt az a bizonyos Vörös Rózsa is, ami azt hiszem, hogy szűk környezetemben elég nagy sikert aratott. Igen. Bízom benne, hogy minél nagyobb réteg fogja megismerni ezt a bizonyos szerzeményemet. Hát rajtunk nem múlik, mert nagyon sokat játsszuk ezt a dalt. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, nagy megtiszteltetés ez is van számomra. Két-három kedvenc dalom van tőled, amit nagyon-nagyon szeretek, az Álmodom, akkor az Egy szál vörös rózsa, meg a Pici szerelem, azt játszottam előbb, biztos hallottad. Igen, igen. A Pici szerelem a második olyan szerzemény, amelyet a legjobban kedvelnek szűk környezetemben, itt, ahol élek. Te csak saját dalokat énekelsz? Bizonyos mértékben igen, mivel hogyha ilyen fellépésekre megyek, ami kimondottan csak egy óráról szól, akkor általában a saját szerzeményeimet szoktam előadni, de ezek mellett természetesen egész estés zenei produkciókat is vállalok ismert dalokkal. Uh-huh. Szóval egész estés szórakoztatást is nagyon szívesen elvállalok. És zeneiskolában jártál-e, vagy magadtól tanultad ezt? Magamtól kezdtem el, a gitárt vettem a kezembe, nagyon megtetszett az a hangszer. Hát itt el kell mondanom, hogy egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem, akit innen is üdvözölnék, a Hutkai Pista bácsinak, akinek láttam a játékát, és nagyon megtetszett. Szóval akkor arra gondoltam, hogy miért ne tanulhatnék meg a gitáron játszani, és egy jó másfél év után kimerem jelenteni, hogy egy bizonyos szintre eljutottam a gitártudás szempontjából. De most nem gitározol, vagy gitározol is? Gitározom is, ha dalokat írok, tulajdonképpen a melódiáit a daloknak gitáron szoktam megírni. Uh-huh. Szóval a gitárt használom dalszerzés gyanánt. És ugye a másik hangszer a billentyű. Igen, igen, de a fő hangszerem az a gitár. Aha. Tulajdonképpen a húros hangszereknek vagyok inkább a rajongója. És dobolni? Hát, hogyha a gitáron lehet, egy spanyol gitáron nagyon jó lehet kíséret mellett dobot is imitálni, úgy gondolom. Azért sose izgatott, hogy megtanulsz? Persze, nagyon, nagyon. Az első akkordok után azt mondtam, hogy addig nem fogom letenni a kezemből, amíg egy bizonyos szintig, legalább a kísérő gitáros szintig én nem jutok el. Uh-huh. És a családodban van-e zenész? Hát nagyon szépen köszönöm, Sufika, a kérdést. Drága megboldogult nagyapám játszott zenekarban, Nagybőgőn játszott. Évekig jártak Lagzikba, Bálokba. Mikor még annak a
annak a zenének volt a trendje, míg nem jött ez a lakodalmas rock. Egy nagyobb zenekarról volt szó, öt tagja volt, és ő volt benne a nagybőgős, hosszú éveken keresztül. És ő látott téged valaha is játszani, énekelni? Hát sajnos nem, mert 93-ban, 70. születésnapja környékén, ha jól emlékszek, mivel még pici fiú voltam, 6 éves voltam, azt hiszem, a születésnapja után szegény elhunyt. Szóval nem láthatta, mivel én a gitározást csak 14 éves koromban kezdtem el, és drága nagyapám pedig elment akkor, mikor én még csak a 6. életévemet töltöttem be. És a szüleid mit szólnak? Hát édesanyám mindenben támogat. Nagyon szeretné, hogy a céljaimat meg tudjam valósítani. Hát édesapám ezt nem láthatja szintén, ugyanis ő pedig 17 éve hagyott itt bennünket, tragikus körülmények között egy gyors szívinfarktusnak az áldozata lett. Ez 98 nyarán történt. De hát számomra ez olyan, mintha tegnap történt volna. Szerintem mindig is az lesz. Ez így van. Tesók, testvérek vannak? Van egy 9 évvel idősebb bátyám, aki már elköltözött tőlünk. Van egy édes pici lánya, a Szofika, az én keresztlányom, hát imádom őt. Szóval ő már családi életet él, én még élvezem az egyedül létet, az egyedülállóságot, pontosabban fogalmazva. És neked a zene mellett van civil foglalkozásod is, ha jól tudom. Igen, a községi hivatalunk alkalmazottjaként tevékenykedem. És melóba szoktál énekelni a munkatársaknak? Hát eddig nem volt rá még példa. Nem. De hát, ha lesz még. Általában, amikor én énekelek, akkor egy közönségnek énekelek, aki azért van ott, hogy zenét hallgasson. Általában ez így szokott lenni. De bármikor dalra fakadnék, ha szeretnék. A hallgatóknak szeretném mondani, aki nem tudja, te nem Magyarországon élsz, hanem Szlovákiába, és ott Kassa környékén, ha jól tudom. Igen, Kassa és Rozsnyó közt helyezkedik el településünk, ez Torna községe, amely a történelmi Magyarországnak a legkisebb megyeszékhelye volt, szóval a Torna vármegyének volt a székhelye. Szóval ebből a szempontból egy híres településről van szó, vagyis híres településnek kellene, hogy legyen, hát egy kicsit feledésbe merült a történelem során. De egyrésztből történelmi kincseink miatt is, és természeti csodáink miatt is csak ajánlani tudom a magyarországi turistáknak, ugyanis a közelünkben van Közép-Európa legnagyobb völgye, a Szádellői völgy, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, mert egyszerűen gyönyörű. Ha jól tudom, te indultál itt Magyarországon X-faktor, vagy mi volt, vagy a Megasztár? Nem, hanem én a Fási Superstarban indultam 2011-ben. Tordason volt egy elődöntő, ahonnan sikerült tovább jutnom. Hát a középdöntőből már sajnos nem, ugyanis rengeteg versenyző volt, és kimerem jelenteni, hogy jobbnál jobbak. Szóval nagy volt nagyon a csúnya szóval élve a konkurencia. Hát azt mondod, hogy jobbnál jobbak, de lehet a fele már nincs a pályán, te meg azért még itt vagy. Hát igyekszem a céljaimat megvalósítani, és a dalokban is átadni a lelki világomat a kedves hallgatóknak. És célom az, hogy minél nagyobb közönséget szerezzek a dalaimnak, ugyanis a zene, kimerem jelenteni, az életem. Ugyanis voltak hullámvölgyek az elmúlt 10 évben, ugyanis a saját szerzeményekkel körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, de mikor mélyre kerültem, onnan mindig azt mondtam, hogy fel kell állni, és el kell indulni visszafele az úton, mert hogyha valaki valamit szeret csinálni, akkor azt nem szabad, hogy egy könnyedén feladja. Bizony nem. Ez legalábbis ez az én szerény véleményem. Így van, az út az rögös mindenkinek, aki elkezdi, és egyszer majd kisimul az rendesen, úgyhogy
Hát bízom benne, és hát itt vagytok ti is, akik nagyon sokat segítetek benne azzal, hogy a Joker rádióban rendszeresen megjelenhetnek a dalaim. Ez úgy gondolom, hogy egy fontos lépés lehet a céljaimnak az elérésében. Nagyon szívesen segítünk. És látok itt egy fotót, itt van előttem, Illés Névója rakta ki, hogy a Budapest Televízióba is szoktál fellépni? Igen, február 26-án voltam először a Budapest Európa Televízióban a Táncoljuk át az éjszakát Komáromi Pistivel című műsorban, ahol pontosan a Piszi szerelem és a Vörös Rózsa című dalt adtam elő. Ez 28-án este 10 órakor, szombat este 10 órakor le is ment adásban. Én képernyők előtt voltam, és izgatottan néztem vissza magamat. De azt el kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam a stúdióban. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok új barátot találtam, és hát Komáromi Pisti személyében egy kiváló embert ismerhettem meg. És ezúton is meg szeretném neki köszönni a megtisztelő meghívását. Igen, ő egy nagyon-nagyon rendkívüli ember. Ebben biztos vagyok, ugyanis én tapasztaltam, mikor személyesen beszélhettem vele, mint a műsor előtt, mint a műsor után is az interjúban, és nagyon jól éreztem magam. Így van. Helyes, jó kérdéseket tett fel, igyekeztem rá pontosan válaszolni. Egy kicsit bennem volt az a megilletődöttség, ugyanis először a műsorában rögtön egy riporttal kezdeni, az bizonyos mértékig izgalmat okoz az ember számára. Igen, mert a kamerák is ott vannak, ez másabb, mint itt most ketten együtt, mert csak a telefon van a füleden, nem látjuk egymást, nem izgulunk, nem látjuk a hallgatókat, azért ez másabb, nem? Egy kicsit. Én ettől függetlenül izgatott vagyok még most is. És tudod, hogy benne Melinda írt ide kérdéseket, és az az első írása, hogy Zoli, légy szíves, ne izgulj, mert nem fogok kérdezni semmit, és mosolyog. Hát megpróbálok uralkodni magamon, de Melindának viszont üzenem, hogy kérdezzem bátran. Megpróbálok válaszolni a kérdéseire. Hol van legtöbb fellépésed, Magyarországon vagy otthon Szlovákiában? Hát inkább Szlovákiában jártam, mint a saját szerzeményeimmel, mint az egész estés zenei produkciókkal, inkább a szűk környezetemben, szóval abban az 50 kilométeres körzetben, és így most februárban sikerült kiszakadnom ebből a környezetből, ahogy Budapestre eljutottam a Budapest Televízióba, a Komáromi Pisti műsorába. És remélem, hogy az év folyamán majd sikerül még más helyekre is eljutnom, távolabb, mint a szűk hazám. Bízunk benne. És akkor az első fellépésedre hogy emlékszel vissza, mikor legtöbb ember eléd tárult? Hát ez 2006 júniusában volt. Június 8-a, ha jól emlékszek a pontos dátumra. Ez egy önálló előadás volt. Az első 12 szerzeményemet adtam elő a Tornai Művelődési Központnak a mozitermében. Két hónapi szervezés után jött a koncert, és óriási meglepetésemre, amikor színpadra kimentem az első dallal, elém tárult, hogy a 300 férőhelyes moziterem az megvan tömve, tele van. Voltak, oldalt is álltak, üres helyek voltak, ugyanis akik oldalt álltak, azok eleve úgy készültek a koncertre, hogy táncolni is fognak. Fergeteges hangulat alakult ki ezen a koncerten, amit soha nem fogok tudni elfeledni. Ugyanis mikor a Vörös Rózsát ráadásképpen elénekeltem, akkor a közönségnek merem állítani, hogy a jó nagy többsége azt velem együtt énekelt, ami óriási meglepetés volt számomra. És azt elárulom, hogy azon a koncerten a Nem bánt téged és a Vörös Rózsa dal szólt azok közül a dalok közül, amelyeket ti ismertek. Szóval 10 olyan dal van, amely még nem volt eddig publikálva, sem a videó megosztón, sem a közösségi oldalakon, sem rádióban. Azok voltak a szárnymontogató dalok, és azok közül a dalok közül a Nem bánt téged és a Vörös Rózsa lett az a két dal, amely mai napig azt ki lehet jelenteni, amelyikről ki lehet jelenteni, hogy közismert dalokká váltok itt szűk környezetemben.
Melindának is ez a kérdése, meg nekem is ez a következő, hogy melyik a kedvenc dalod a sajátod közül? Hát nekem a sajátjaim közül van sok kedvenc. Hát a Vörös Rózsa azt eleve, mivel átélhettem azt, hogy velem énekelte legalább 200 ember, szóval az azonnal kedvencé válik a dalszerzőjének. De emellett a Nem bánt téged, amelyet nagyon sokan kedvelnek, abban tényleg, mikor a Nem bánt téged című dalt írtam, abban tényleg kiírtam a lelkemet. Ott azokban a sorokban az én lelki világomat meg lehet találni. Azok a sorok az én lelki világomat tükrözik tulajdonképpen. Emellett ott van az Együtt csak veled című dalom. Nagyon tetszik emellett a Szeretnélek megölelni, ugyanis a Szeretnélek megölelni egy picit másabb, mint a többi. Az, hát egy kis túlzással azt merném mondani, hogy ilyen rokkosabb beütésű dalról van szó. Másoknak szoktál írni dalt? Igen, példának okán, hogy egy példát említsek, példának okán most éppen Dodi Mihálynak írom a dalokat. Dodi Mihály 12 dalt fog tőlem kapni, amelyből az új lemeze fog születni. Elküldtem neki már néhányat ezek közül a dalok közül, és kimerem jelenteni, hogy elnyerte a tetszését, amely számomra szintén óriási megtiszteltetés volt. Úgy vélekedett róla Misi, hogy a lelki világát látta az én szövegeimbe, amely számomra egy felemelő érzés volt. És saját magadnak készül-e új dal? Rengeteg új dal van készülőben. Remélem, hogy ez éven vadonatúj dalokkal is fogok tudni majd jelentkezni. Én azt hiszem, hogy úgy karácsony tájékán terbe lehet venni a vadonatúj dalokat. De ez a jövő kérdése, ez az év folyamán majd természetesen el fog válni, hogy fognak kijönni a terveim, hogy fognak sikerülni. Miért jó az, ha másnak írtok dalt? Ez nem csak te tőled kérdezem, ha más is mondta már, hogy másoknak írnak. Például miért nem magatoknak írtok? Hát ez egyszerűen erre egy konkrét válasz nincs. Egy zenészt, aki szeret dalokat írni, dalszövegeket szerezni, egy kimondottan jó érzés az, hogyha valaki más előadónak a sikeréhez hozzá tud járulni. Ez én úgy gondolom, hogy ehhez szükséges egy pici zenei alázat is. Segíteni egymáson. Igen, egyetértek. Szóval nem rivalizálni kell előadóknak egymással az én véleményem szerint, hanem segíteni egymáson. És ez lehet a helyes út, én szerintem. Sokáig tart egy dalt megírni? És dalszöveget? Hát ez attól függ, hogy a múzsa bennem van-e vagy sem. Mennyi volt a rekordod? Hát a rekordom 5 perc. Ó, az igen. 5 perc alatt megszületett, azt nem szeretném elárulni, hogy melyik dal, de 5 perc alatt megszületett az a dal. És melyik volt a legtovább? Csak azt nem mondta, hogy egy év. Hát annyi nem volt, de volt olyan dal, amelynek jóformán azt lehet mondani, hogy kész volt a szövege, egy másfél, egy soron múlott, hogy meg legyen írva teljesen a dal szövege, és több mint, azt hiszem, ha jól emlékszem, 2 hétig gondolkoztam azon a másfél soron. Nem tudtam egyszerűen odaírni. Nem tudtam, hogy mit írjak oda, és utána úgy jött az ihlet hirtelen, és akkor úgy megíródott az a 2 sor. Szóval vannak ilyen pillanatok, amikor egy dalnak a nagy része elkészül, de mégsem tudom befejezni azt a dalt, és hosszú időnek kell eltelni. Ha közben jönnek itt a kérdések is, akkor már veszek belőle ki egy-kettőt gyorsan. Benne Melinda kérdezi, ki a kedvenc énekesed, ki a példaképed? Példaképem különösebben
Hát nincsen, de azt el kell árulnom, hogy az egész éneklést úgy kezdtem el, hogy a Máté Péter és a Szécsi Pál dalokat hallgattam. Egyszerűen elragadónak tartottam azokat a dalokat, azoknak szíve, lelke van. És ahogy szóltak ezek a dalok, elkezdtem énekelni, és úgy éreztem magamban, hogy ez menni fog nekem. Szóval a Máté Pétertől például a Szívem eladó, az Egyszer véget ér, az Elmegyek, az Ő című dal, ezek nagyon tetszenek nekem, nagyon tetszettek akkor is, megpróbáltam elénekelni, hát Máté Péter után azért én úgy mondanám, hogy saját magam részére kisebb sikerre, a Szécsi Páltól a Távollét, a Csak egy tánc volt, vagy éppen a Tárt ki ablakot. Szóval ezeknek a daloknak még egyszer mondva szívük, lelkük van, amelyek késztetik az embert arra, hogy dalra fakadjon, hogy elkezdje ezt a tevékenységet, hogyha érez magában késztetést. Úgyhogy, ha a példaképekről beszélünk, akkor Szécsi Pált és Máté Pétert említeném. A kedvenc dalszövegíróim közt pedig S. Nagy István van, és a kedvenc dalszerzőim az pedig Kaszás Péter. Azon imádkoztam, ezt mond, ezt a nevet. Imádom a de csak Kaszás azért, mert Péter én is dalokat. Nagyon szeretem. Persze a többit is szeretem, de Kaszás Pétert nagyon-nagyon. Nagyon tetszenek Kaszás Pétertől azok a dalok, amelyeket például Zámbó Jimmynek írt, valamint emellett édesanyámnak a kedvencei azok a Balázs Pali dalok, amelyeket Kaszás Péter írt. És szépen is énekel a Péter. Hallottam, ez az vitán kívüli, hogy egy kiváló zenészről és énekesről van szó, amellett, hogy kiváló dalokat is szerez. Vele találkoztál már? Nem, de nagy vágyom, hogy egyszer kezet foghassak Kaszás Péterrel, és beszélgethessek vele. Szóval megismerkedhessek vele, ezt nagyon szeretném. Fellépési ruháidat hogy választod? Mibe szokta, van külön fellépésekre való ruhád? Hát külön ruháim nincsenek, de mindig úgy próbálom összeállítani, hogy legyen annak egy stílusa. Eddig az öltönyösebb stílust választottam, a szakósat, a néha a nyakkendőset, szóval az elegánsabbat, de most ez éven úgy döntöttem, hogy egy picit fogok rajta változtatni, és ilyen lezserebb stílusban fogok fellépni, mint ahogy a Budapest Európa TV-ben is lehetett látni, már egy lezser stílusú Zoli állt a kamerák elé. Megpróbálok egy picit sportosabban öltözködni a fellépések során is. És itt vannak a fényképek előttem, pont azt nézegetem, mert itt a hallgatók rakták kifele sorra. Na, akkor ez, ez, ezt lehet mondani most egy újabb Zoli image-nek. Na, új év, új stílus. Hát igyekszem mindig valami újat mutatni. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy milyen kívánságod lenne, amit szeretnél elérni? Mármint a zenei téren, vagy mint az életben? Szerintem bárhogy, mind a kettő. Hát zenei téren, hogy folytathassam azt, amit elkezdtem, új dalokat is tudjak bemutatni a közönségnek, minél nagyobb környezetbe mutathassam be a dalaimat, és természetesen a célok közt van az is, hogy dalokat írjak más előadóknak, hogyha ezt tőlem igényelnék. Hát az életben, hát rendes keresztény emberként én úgy gondolom, hogy a harmonikus családi élet megteremtése az volna a fő cél. És hát természetesen, hogy az egészség az megmaradjon. Hát ez így igaz, az a legfontosabb. Így van, az egészség. És a, nem tudom, hány dalt mondtál, 12-t, saját dalt, az megjelent albumon? 24 van elkészítve, 24. Ebből, ha jól tudom, a videó megosztón és a közösségi oldalakon azt hiszem 13,
12, pontosabban 12 van publikálva, amit úgy gondoltam, hogy a közönség elé fogok tárni. Lehet, hogy majd a többire is sor kerül, ez legyen meglepetés. No. És akkor megyek tovább a kérdésekkel. Hőbend Melinda kérdezi, hogy milyen dalokat szeretsz. Ez most nem a sajátod, hanem meg most nem is a Máté Péter. Mondjuk, ha a kocsiba ülsz, mit hallgatsz? Hát szeretem a szórakoztató zenei dalokat. Én nagyon nagy előszeretettel hallgatok mulatos dalokat is. Például mostanság nagy sláger számomra a Sihel Feri és a Henna dalai. Azokat nagyon kedvelem. A Sihel Feri dalok én úgy gondolom, hogy a mulatos palettán a legjobbak. Legalábbis a szerény véleményem szerint. És te mulatos? Emellett természetesen a Koszás Péter dalok. Mulatos, soha nem akartál énekelni? Hát, mulatos. Egy bizonyos szinten az én dalaim is mulatósak, például a Füstös Kocsmákat, vagy ha pontosan a Vörös Rózsát is nézzük, de nem nevezném teljes mértékig a saját dalaimat mulatós daloknak, ugyanis én ilyen tánzenei daloknak nevezném inkább. Egy kicsi lírával ötvözve, mint ott van az Együtt csak veled, a Nem bánt téged, a Szeretnélek megölelni, vagy az Álmodom. Próbálom színesen összeállítani a dalaimat, és a repertoárt is, hogyha fellépésre megyek. Első hangszered megvan még? Őrzöd? Megvan, az több mint 40 éves gitár, az még nagyapám, Isten nyugtassa, vette, hogy abban a reményben, hogy valamelyik unokája megtanul majd rajta muzsikálni. Hát én megtanultam, de el tudom mondani, hogy a bátyám is egész jól kezeli a húrokat. No, és még együtt nem, semmit nem adtatok elő? Nem, mert ő aztán őnek is voltak, terve voltak, hogy zenei tevékenységet folytassanak, csak valahogy utána ő ezt nem folytatta. Uh-huh. És én úgy gondoltam, hogy nekem ez nagyon tetszik, én ezt szeretem csinálni, én megpróbálom folytatni. Uh-huh. Úgyhogy együtt nem muzsikáltunk, de ő is tud egy bizonyos szintig muzsikálni. Uh-huh. És megyek is tovább a kérdésekkel, de úgy gondoltam, hogy lejátszunk egy dalt, az Egy szál vörös rózsát, jó? Jó, köszönöm szépen. És akkor indítom is a dalt. Boldogságot ad, csak szép jöhet ezután.
És itt vagyunk újra, és folytatjuk a beszélgetést a Zsigrai Zolival. Szia Zoli, itt vagy, ugye? Természetesen, itt vagyok. Szoktál készíteni videóklippet? Igen, videóklipeket is szoktunk készíteni. Ez úgy történt, hogy 2009 nyarán jött egy fordulat, mikor is kedves barátommal, Horváth Pityuval, akit innen is üdvözlök, kedves barátomat. Vele kezdtünk el egy tevékenységet folytatni, ami arról szólt, hogy felajánlotta nekem, hogy a dalaidat úgy is lehetne népszerűsíteni, hogyha videók készülnének rá, kvázi videoklippek. És el kell mondani Pityu barátomról, hogy egy kiváló vágóról beszélünk, aki tényleg a filmezést nagyon szereti, és teljes alázattal csinálja a filmvágási munkákat. Tulajdonképpen is így születtek meg a videoklipek, a Nem bánt tégedre is, a Pici szerelemre is, és sorolhatnám, és abban a reményben mondom ezeket el, hogy folytassuk is ezt a bizonyos munkát Pityuval, ugyanis én nagyon jól megértem vele magamat, nagyon jó barátok vagyunk, és úgy gondolom, hogy így a videoklip készítésekben is meg fogjuk találni az összhangot a munkához, úgy gondolom. És nem úgy gondolom, hanem úgy hiszem. Teljesen biztos vagyok benne. Annak úgy kell lenni, ahogy gondoljátok, az úgy is lesz. Biztos, ezzel 100%-osan. Egyet értek, hogy úgy lesz. Szóval itt vannak a kérdések, és most szeretnének a hallgatók megismerni, hogy milyen vagy, milyen a Zoli. Bennem elind a kérdése, mi a hobbid? Hobbim? Hát, még a hobbi közt is azt lehet mondani, hogy a zene. Mert mikor például dalszövegeket írok, és amit nem csak magamnak, azt egybe hobbinak is veszem. Ez a legkedvesebb hobbim, de ha kimondottan hobbit kellene emlegetnem, akkor a labdarúgást nagyon szeretem, hát mint néző, vagy mint labdarúgás segítő egyénnek számítok, ugyanis a tornai futballklubnak már, ha jól számolom, 5. éve a hangos bemondója vagyok, kisebb-rövidebb megszakításokkal, és el kell mondjam, hogy nagyon szeretem csinálni, és mindig is szerettem ezeket a tevékenységet. Szóval azt lehet mondani, hogy hát ha nem is aktívan, de a sportok a hobbiaim, nagyon szeretem nézni a labdarúgást, a vízilabdát, kézilabdát, szurkolok is a magyar legényeknek és lányoknak, hogy minél sikeresebbek legyenek. És pont van erről két kérdés, az Orbán Otto kérdezi, hogy szereted-e a focit. Nagyon egy Ferencváros szurkolónak nagyon szeretni kell a labdarúgást. Na, és Illés Nibolyának ez volt a kérdése, hogy melyik a kedvenc foci csapatod? Hát ez a Ferencvárosi Tornaklub, a Fradi, akinek már 17 éve a szurkolója vagyok. Na, szóval volt olyan időszak is, hogy akár a kezdőcsapatot is fel tudtam volna sorolni, és 1990-től napjainkig az összes vezetőedző nevét el tudnám sorolni így kapásból, de azt most inkább hagyjuk ki, de biztos vagyok benne, hogy el tudnám sorolni. A következő kérdésen nevetek itt magamba. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy az autóvezetésnél milyen tempót szeretsz? Gyors vagy lassú? Volt-e már Mikulás csomagod a szélvédőn? Hát, mivel hogy nem vagyok autóvezető, nem vagyok sofőr, így esetleg az anyós ülésen
tudom irányítani a sebességet úgy, hogy a sofőrnek megmondom, hogy gyorsabban vagy lassabban közlekedjen. No. Úgyhogy nem vagyok sofőr, úgyhogy esetleg csak így kontrázni tudok a sofőrnek, hogy és milyen sebességgel menjen. És szoktál? És mit szoktál neki mondani? Hát általában, hogy legyünk gyorsabbak. Főleg most is, hogy mentünk Budapestre, hogy azért az autópályán nem muszáj lassú tempóval menni, ott van egy bizonyos megengedett sebesség, amit tartsunk az érve. És be is tartotta a sofőr, úgyhogy teljes mértékig meg voltam vele elégedve. És te nem akarsz megtanulni vezetni? De terveim között van, csak eddig nem éreztem magamba azt a késztetést, szóval férfiasan kiverem jelenteni, egy ideig féltem is a vezetéstől. Nem éreztem magamat 100%-osnak, ami a vezetést illeti. De úgy érzem, hogy most már felkészültebb vagyok, mint annak idején. Újvári Pálné Marika következő kérdése, van-e baráti társaságod, akivel tartod a kapcsolatot, rendszeresen bulisztok? Van, például itt van a Pityu barátom, akivel nagyon sokszor ülünk le is, akár egy pohár bor mellett is elszórakozunk. Akkor név szerint, hogy egy párot megemlítsek, akkor a Skobják Józsi barátom, és a kedvese a Paulina. Szóval vagyunk néhányan. Emődi Feri barátom, vagy éve is kedvese Viki. Szóval neveket is sorolhatnék tovább. Vannak nagyon jó barátaim, akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Én azt hiszem, hogy az ember számára a barátság az nagyon fontos dolog. Illésné, és hát ne felejtsem ki, elnézést, Sufika, hogy szabadba vágok, és ne felejtsem ki a Don't Roba barátomat is, akit innen is üdvözlök, nem tudom, hallgatja-e, de biztos, ha nem is hallgatja, biztosan meg fogom neki mutatni a videót, hogy hallgassa meg, ugyanis megemlítettem őt. Bízunk benne, hogy hallgat, és ha nem, ha netán valami ottnál fogva nem, akkor vissza tud minket hallgatni. És én is üdvözlöm őt innen is, persze minden barátodat, aki hallgat minket. Hát hallgatják úgy, hogy de ha esetleg nem, akkor átadom nekik az üdvözletedet. Köszönöm szépen. Na, Illésné Ibolyának a kérdése, szoktál-e főzni, Zoli, és mi a kedvenc ételed? Hát a főzéssel azzal nagyon hadilában állok, nem szoktam főzni. Hát, hogy én szoktam mondani, hogy egy rántotta elkészítésével is édesanyámra várok. De azért jó lenne megtanulni, erőt fogok venni magamon is, oda fogok állni édesanyám mellé, mikor főz, hogy ezt megtanuljam, ugyanis a finom ételeket nagyon szeretem, például a töltött káposzta, vagy a székely káposzta, vagy az egyszerű rántott hús, vagy éppen a palacsinta. Szóval ezeket a klasszikus, hát mondjuk úgy magyar ételeket, ezeket nagyon kedvelem. Trapacska. Azt is megegyük, de azt nem tartozik a kedvenceim közé, az éppen az egy szlovák nemzeti eledel tulajdonképpen. De megeszem, de nem tartozik a kedvenceim közé. És a knédli? Knédli? Szintén úgy vagyok vele, mint a strapacskával. Hogy ha knédlit tálolnak elém, természetesen jó ízűen elfogyasztom, de nem biztos, hogy én valamilyen ételhez knédlit fogok kérni. Akkor te tésztaféléket nem szereted. Tésztaféléket? Hát a tésztaféléket is kedvelem. A strapacska is közé tartozik, akkor a káposztás tésztát, vagy éppen a... Hát melyiket? A savanyú káposztás tésztát. A mákos tésztát azt nem szeretem. Azzal el lehetne űzni? Azzal el. El. A mákos guba, meg az ilyen mákos dolgokkal el lehet engem, és nem nagyon szeretem. Hát van ilyen. És megyek is tovább. Én Bende Melinda kérdése, vannak-e házi állataid? Nem a tyúkra gondolt. Hát sajnos nincsen. Jó néhány ezelőtt volt egy kiskutyám, a Morzsi, azt lehet azt mondani, hogy 8 éves koromtól velem volt, 18 éves koromig, szóval velem nőtt fel. Nagyon a szívembe zártam, de hát sajnos itt hagyott ő is bennünket. De úgy érzem, hogy nem is biztos, hogy tudnék most házi állatot befogadni, ugyanis
még mindig bennem van az, hogy azt a bizonyos házi kedvencet szeretem a legjobban, és nem biztos, hogy ugyanazt a szeretetet oda tudnám neki adni, de lehet, hogy ez idővel változni fog. Hát, igen. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy milyen a iskolai végzettséged van? Minek tanultál? Gépszerelő, szóval a zenével nagyon nem párhuzamos. Szóval a gépészeti iskolára jártam. Amely nagyon nem, lehet kimondani, hogy nagyon nem is érdekel, de mert már akkor is az akkordok és a dalok jártak a fejemben. Szóval én egy eltökélt zenész vagyok. Ugye jó. Hát, amit szeretel, az érdekel, nem? Természetesen is. Ez a bizonyos tevékenység, a zene az, amelyik a legjobban érdekel. Ezt el kell, hogy mondjam. De hát ez úgy gondolom, hogy egyértelmű neked is, és a kedves rádióhallgatóknak is. Persze. Még benne Melindának az a kérdése, szoktál-e televízió műsort nézni, és ha igen, akkor miket szoktál benne? Sorozatok, filmek? Hát édesanyám sorozatrajongó. Én mondjuk olyankor nem nagyon szeretek a televízió elé ülni, mert én nem nagyon szeretem. Hát kabarékat nagyon szeretem nézni. A régi klasszikus kabarék azok nagy kedvenceim. Például Alfonzó, a Ványott bácsi, vagy a szeszélyes évszakoknak a jelenetei, amit szegény Antal Imre játszott, vagyis amelyekben Antal Imre játszott. Ezeket nagyon szeretem, stand-up comedy-t nagyon szeretem, zenés műsorokat nagyon szeretem, nagy filmrajongó nem vagyok, ezt a Valentin napi műsorban is elmondtam. Van néhány vígjáték, amit nagyon szeretek, abból is inkább a klasszikusok, mint a Tizedes meg a többiek, vagy éppen a Kabos Gyula filmek, a Lovagias ügy például. Én nagyon szeretem a klasszikus filmeket. De a mai modern filmek, ezek nem nagyon jönnek be nekem. Nem a kedvenceimet szóval. És a kertészkedéssel hogy állsz? Szoktál otthon valamit? Igen. Van kiskertünk is, azt általában édesanyám szokta. Inkább virágokkal szoktunk foglalkozni az utóbbi időben. Nekünk a ház előtt van 4 virágcserép, ilyen műkőből, és abban mindig petúnia szokott nőni, ugye a petúnia az évelő, mindig öntözzük, hogy szép legyen a ház eleje, valamint így tavasszal a föld átforgatása, ősszel szintén az elszáradt virágok kiszedése. Inkább a virágokkal szeretünk foglalkozni. Azt kell mondanom, hogy veled nagyon repül az idő. Mi az, amit el szeretném mondani a hallgatóknak, és én nem kérdeztem? Hát a hallgatóknak csak annyit szeretnék mondani, hogy először is megköszönni a sok szeretetet, mikor a videót a Joker Rádió csoportban megosztom rendre, nagyon sok lájkot és nagyon sok kommentet kap, amelyért nagyon hálás vagyok, és ez nagyon megtisztelő számomra. A továbbiakban is hallgassák a kedves rádióhallgatók a dalaimat. Természetesen, ahogy időm fogja engedni, a csoportban is meg fogom osztani a dalokat. Most is nőnap alkalmából a Vörös Rózsát megosztottam azzal a kis fordulattal, hogyha nem is szó szerint, de dalformájában a hölgyek nőnap alkalmából fogadjanak tőlem szeretettel egy szál Vörös Rózsát. Szóval igyekezni fogok aktív maradni a Joker Rádió csoportban, és továbbra is a Joker Rádió hallgatója leszek, ugyanis az egyik, hanem a legnagyobb kedvencem a rádiók közül. Szóval én nagyon örülök annak, hogy a Joker Rádióhoz kerülhettem, mint előadó, ugyanis ritkán kapok annyi szeretetet, mint amennyi szeretetet itt tőletek kaptam, és ezért nagyon hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm nektek. Mi is köszönjük szépen szavaidat, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert kívánok neked, hogy érd el céljaidat, és majd várunk vissza. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek, Sufika.
Hát üdvözlem a kedves rádióhallgatókat, téged puszillak, és kívánok további kellemes rádióhallgatást mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, és akkor a következő dal tőled, Nem bánt téged, az a dalnak a címe, ha beleegyezel. Természetesen nagy kedvencem nekem is, és még nagyon-nagyon sokaknak. Köszönjük szépen, és akkor további szép estét neked, és még egyszer köszi, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, viszont nektek is nagyon szép estét, további kellemes rádióhallgatást. Sziasztok! Köszönjük, szia-szia! Féle rossztól, míg bántottak téged éveken át. Megvéd téged a két karom, vigasztal majd mosolyom. Nem bánt téged soha senki már, a sok rossznak úgy is vége már. Eljön hozzád mind az a jó, mi soha-soha ki nem mondható. Gyönyörű kedvesem, szeretlek, ezért te vagy az életem. Bújj hozzám, s csak lágyom mosolyog. Nem bánt téged senki, ezt jól tudom. Nem bánt téged soha senki már, a sok rossznak úgy is vége már. Eljön hozzád mind az a jó, mi soha-soha ki nem mondható. Soha senki már, a sok rossznak úgy is vége már. Eljön hozzád mind az a jó, mi soha-soha ki nem mondható. Nem bánt téged soha senki már, a sok rossznak úgy is vége már. Eljön hozzád mind az a jó, mi soha-soha ki nem mondható.
kedves kezed átölel, megbabonázol teljesen. Várj, átölellek még egyszer, tudd meg, hogy szeretlek téged. Szeretnélek mindig megölel, szeretnélek megölelni. Volt a dalnak a címe, és elérkeztem a műsorom végéhez. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és hallgatott, és köszönöm szépen még egyszer Zsigrai Zolinak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megismerhettük őt közelebbről, és akkor az egyik dalával szeretnék elbúcsúzni, méghozzá búcsú táncol. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a Sufit hallottátok.